celem. One nie lehe. Lajdu tu mija jól kívül, hogy tudtuk a falat. Miért több hely van itt? Nem tudom, észrevettétek előtt, hogy itt valami változott itt a múlt hét óta, de a múlt év óta. Szóval gyertek, csak gyertek. Van még egy kemény terv. Elsősorban mindenkinek iszonyúan boldog új évet kívánok, ez nem jön tovább. Szóval mindenkinek iszonyúan boldog új évet kívánunk, de nem is mondunk többet, hanem egyszerűen! Repülj, repülj, hozzá, csak erre várom.
következő dalt, ami tulajdonképpen a villamosról szól. Előtte valami furcsa dolog következik, ugyanis ilyenkor általában minket szoktak kérdezni, de most én kérdezem a Lacit. Ugyanis ő az előbb mondott valamit, amit én nem egészen értettem. Miről volt szó, amit majd én el fogok mondani? Hát úgy gondolom, hogy legelőször is nem is el fogod mondani, hanem nagyon-nagyon remélem, hogy be fogod mutatni azt az új dalt, amit ígértél nekem. Másodszor majd el fogod mondani, hogy megnyered-e a popfesztivált, vagy nem nyered meg. Harmadszor pedig azt is elmondod, hogy miért vagy megfázva. Na most nem vagyok megfázva, hanem influenzás vagyok, ez külön dolog. A popfesztivált nem fogjuk megnyerni, mert valószínűleg nem is indulunk rajta. Ugyanis van egy új dalunk, ami most nincs nálunk. Ugyanis nem készült el igazából. Ugyanis újra kell keverni, mert nem tetszett rajta egy pár dolog nekünk. És ezt a dalt mi már eljátszottuk azon a bizonyos diszkós bajnokságon, ami nem régen volt a Petőfi Csarnokban. Tehát már nem indulhatunk a popfesztiválon, következésképpen nem is tudjuk megnyerni azt. Viszont azt elmondhatom, hogy ez a lemez nem sokára megjelenik, és akkor küldök egyet, és akkor te fogod bemutatni, nem pedig mi. Úgyhogy ő fogja bemutatni. Minden éjszakán, róla vár.
kellemes jó éjszakát. Sziasztok!